A Vox Mirabilis kamarakórus énekelte el a magyar himnuszt az ünnepségen, melyen átvette mandátumát Varga Tamás Fejér megye egyes számú országgyűlési egyéni választókerületének megválasztott régi új képviselője. Varga Tamás köszöntőjében kiemelt egy szimbolikus a helyszín, ahol átvehette megbízó levelét. A Szent István Király Múzeum rendház épületének felújítása az elmúlt 4 esztendő egyik legfontosabb fejlesztése volt. A következő 4 év is komoly kihívásokat tartogat, elég csak a kórház felújításra, a déli összekötőre vagy éppen a multicsarnokra gondolni, mondta az újra választott országgyűlési képviselő. Számos projekt van előttünk. A kórház felújítása, a kórház bővítése, a déli összekötőút megépítésének befejezése, az intermodális csomóponttal együtt egy új városrész kialakítása, a multifunkcionális sportcsarnok megépítése, amely a hokisok otthona lesz, akik nagyszerűen szerepeltek, és bízunk benne, hogy a Bajnokok Ligájában is kitűnően fognak szerepelni, és köszönjük nekik a hatalmas és fantasztikus élményt, és ott is egy új városrész alakul ki, és lépünk tovább, egyik feladat hozza a másikat. Cserpalkovics András is gratulált a mandátum megszerzéséhez. Székesfehérvár polgármestere szerint az egyik legfontosabb feladat a következő időszakban a közösségépítés lesz, illetve a város további fejlesztése. Szimbolikus ez a hely, hiszen nem régen készült el, egy felújítás és egy bővítés, benne egy gyönyörű kiállítás, hogy fejlesztük ezt a várost. Ez pedig nem megy állami és kormányzati és parlamenti támogatás nélkül, hiszen a döntések jelentős része ott születik meg, és ezért fontos az, hogy jó együttműködésben tudjon dolgozni országgyűlési képviselő és önkormányzat. Az alaptörvény értelmében a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülését az országgyűlési képviselők választását követő 30 napon belüli időpontra hívja össze. Az új országgyűlés május 2-án 11 órakor kezdi meg munkáját.